A Győri Gyógypedagógiai Hálózat munkatársai látogattak el a 22. kerületi Tündérkert tagovodába, hogy szakmai tudást és tapasztalatokat cseréljenek. Azért jöttünk, mert kollégáim, ugye sokfele járunk továbbképzésre, és kollégáimban merült föl az igény, mert valamelyik továbbképzésen hallották, hogy itt a 22. kerületben hasonló módon működik egy utazó gyógypedagógiai hálózat. Ez az igény egyébként már tavaly megvolt, úgy alakult, hogy idén meg tudtuk oldani, hogy összefogjunk és eljöjjünk. Előzetesen szakmai kérdéseket küldtünk meg az óvoda vezetőségének és az itt gyógypedagógus kollégáknak, és ezekre szeretnénk majd a mai napon választ kapni. Azt gondolom egyébként, hogy nagyon lényeges, hogy szakemberek találkozzanak egymással. Tehát nyilván a gyerek van a fókuszban, a gyermekek ellátása, de ahhoz, hogy el tudjuk látni ezeket a gyerekeket, nagyon színes, nagyon változatos módon és szakszerűen, ahhoz azt gondolom, hogy a kollégáknak is szükséges egy-egy találkozás. Mi 23-an látjuk el a Győri Gyógypedagógiai Hálózatot. Szakemberként tulajdonképpen minden sérülés specifikus területre van egy-egy szakemberünk, a kollégáink túlnyomó részt több szakosak, és a mi feladatunk hasonló, mint amit itt most látunk, meg fogunk látni, mert hogy sajátos nevelési igényű gyermekek, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekek ellátása, nevelésének megsegítése a feladatunk. A kerületben már 30 éve nevelik integráltan a gyerekeket, az intézmény az első között volt a 90-es években, ahol bevezették a sérült és nem sérült óvodások közös csoport foglalkozásait. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy óvodánk szakmai munkája iránt országos szinten érdeklődnek. Nagy örömünkre szolgált, hogy Orbán Judit intézményvezető asszony ránk gondolt, és minket kért fel ennek a szakmai napnak a levezetésére, és hogy megmutathatjuk integrációs programunkat, és megoszthatjuk az elmúlt 30 év tapasztalatait. Köszönjük szépen fenntartónknak, a 22. kerületi önkormányzatnak, intézményvezetőnknek, Orbán Juditnak, hogy támogatták, és mindig is, a mai napig jelenleg is támogatják ezt a szép, de néha igen nehéz munkát, amit végzünk. Az együttnevelés nem csak a speciális nevelési igényű gyerekekre van jó hatással, de kortársaiknak is előnyére válhat a későbbiekben. Megtanulnak egymás mellett élni, meg el tudják fogadni a másságot az egészséges gyerekek. Találkoznak olyan gyerekekkel, akik mások, mint a többiek. És ha felnőtté válnak, ez biztos, hogy a javukra válik, hogy egy mozgássérült, vagy egy egyéb más beszédfogyatékos ember láttán a segítség jusson az eszükbe, és ne az elfordulás. Én azt gondolom, hogy ez ma már nem lehet kérdés, hogy a gyerek az gyerek, nyilván mindenki más. Minden gyermek más, mi is különbözünk egymástól, mint a tavaszi virágok, azt szokták mondani. Tehát nagyon lényeges, hogy ezek a találkozások nem csak szakmai jellegűek, hanem tapasztalatokon alapulnak, mert hogy rengeteg tapasztalat van a gyermekeket ellátó kollégák között, és ezeket a tapasztalatokat szeretnénk megosztani egymással. És hát nyilván egy közvetett dolog az, hogy szakmai kapcsolatok alakulnak ki, és amennyiben a jövőben igény van rá, de nyilvánvalóan, hogy ismételt találkozás lehet, akár Győrben.